sziasztok, kedves nézőink! Attila vagyok a Good Meal Hunting csatornájától, és a mai napon új sorozatot kezdünk, és ez pedig a legendás filmes kaják sorozat lesz, aminek első epizódjának a kulcs szavai tárolnám el nektek először, mégpedig a megindübe jövünk, a bunyó karácsonyig, az angyalok és esznek babot. Na most ennyi információ alapján szerintem bőven kitalálhattátok, hogy Bud Spencer illette ételt fognak a mai napon készíteni, ami nem más, mint a krumplis hal. Csak vicceltem, hagymás babot fognak készíteni. És ne felejtsétek, ha tetszik a videó és az egész tartalom, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornánkra. Vágjunk is bele! Nekiálltunk tehát alapanyagaink előkészítésének. Füstölt mangalica szalonnát, bacon szalonnát, két fej vöröshagymát, 4-5 kereszt fokhagymát, illetve friss rozmaringot fogunk előkészíteni. Fontos továbbá megjegyezni azt is, hogy a szalonnát lehetőségekhez mérten egyforma kockákra vágjuk fel, hiszen amikor az előmelegített lábosba bele fogjuk őket tenni, egyforma idő alatt fognak teljes mértékben kipirulni. Ezután következhet a bacon szalonna, amiket először elvágunk félbe, majd utána 1 centis darabokra, nagyokra fogjuk őket felvágni, mégpedig azért, hogy amikor a ragúba belekerülnek és végig főnek az eljárás során, ne essenek szét darabokra, hanem benne maradjanak. Majd felvágjuk szépen szeletekre a hagymát, majd utána a fokhagymát és a rozmaringot. Itt szeretném megjegyezni, hogy a felvétel előkészületekén több filmet és rengeteg YouTube tartalmat is végignéztünk kutató munkák során, ami alapján kijelenthetjük, hogy az igazi hagymásba fehér színű, piros paprikát, paradicsompürét, ketchupot, kolbászt egészen biztosan nem tartalmazott. Aki pedig olyan bűnt követel, hogy ezt az ételt sima étolajon készíti, az a GMH büntető törvénykönyve szerint életfogytig tartó csúnyán nézéssel is sújtható. Most pedig kitérünk egy kicsit a szalonna pirítás művészetére. Mint az köztudott, 10-ből 6 magyar óvodásnak szalonnakocka volt a jele. De úgy érzem, mégsem mehetünk el az mellett, hogy a mangalicáról is esne pár szó a videónkban. A mangalica zsírja ugyanis omega-3 és omega-6 zsírsavakban gazdag, ezért egészségesebb, mint az intenzív gazdálkodásban használt fehér sertésfajták zsírja. Így kijelenthetjük, hogy a mangalica a magyar ember avokádója, mégpedig azért, mert igazi good fat. Miután a bacon szalonna is kipirult, ehhez a forró zsíradékhoz adjuk a hagymát, hogy karamellizálódhasson. Nézd, hogy süljön, és ne csak kiadja a leveit. Ezért ebben a fázisban kifejezetten tilos a sózás. Amint megsült, jöhet az ízesítés fázis. Egy teáskanál majoranna, egy teáskanál oregano, egy teáskanál fűszerkömény, őrölt bors, frissen őrölve, és só következik. És csak ezek után adhatjuk hozzá a két felhasználni kívánt fehér bab konzervének a leszűrt levét, aminél érdemes lesz majd megjegyezni, hogy sózott. A fokhagyma és a friss rozmarin pedig a pikánságát fogja adni az ételünknek. Miután összefőttek az alapanyagaink, hozzáadjuk végre a babot, amiről lefelejtsük el, hogy ezek már főttek, úgyhogy 2 perc után tudjuk tálalni is. Elkészült a hagymás babunk filmbeli változata, és most pedig csavarni fogunk egyet az egészen. Ugyanis többféle babfajtából csinálunk egy igazi texasi eredetű sült babot, valamint sütünk hozzá egy puha, szaftos oldalast. Kezdjünk az oldalassal. Miután lefektettünk 2x kb. Fél méter alufóliát,
rátesszük a szép, húsos sertés oldalasunkat, nem vágunk le róla semmit, hanem muszáj, mert a külső zsírszöveteiben is rengeteg íz lakik. A fűszerezéshez 3 evőkanál sót, 1 evőkanál piros paprikát, 1 evőkanál fűszerkömény és frissen őrölt borsot használunk. Miután jól bemasszíroztuk a fűszereket, ráhelyezünk 2 gereszt fokhagymát és 1 szár rozmarinot. Majd jól meg fogjuk locsolgatni őt olívaolajjal. Ezután gondos mozdulatokkal betakargatjuk, nehogy megfázzon, a 180 fokra előmelegített sütőben, amíg egy órán keresztül sül. Pedig 8 fej vörös hagymát felaprítunk, 250 g mangalica szalonna, 5 gereszt fokhagyma társaságában, és felteszünk egy edényt melegedni a sült babhoz. Amíg a vörös hagyma a mangalica zsírban pirul, lejár az 1 órán, és kivehetjük az oldalasunkat. Így a hússütésünk a második hullámához érkezik. Ennél a fázisnál fél csésze ketchupot, fél csésze sárga mustárt és egy evőkanál csípős paprikakrémet keverünk össze, majd egy szilikon ecset segítségével felviszik a hús felületére, alaposan, hogy mindenhol befedje, és újabb 10 percre visszatesszük a 180 fokra bemelegített sütőbe, ugyanúgy alufóliába. Amint megpirult a hagyma, elkezdjük hozzáadni a többi hozzávalót. Először egy hámozott paradicsom konzervbe, amit szépen fakanál segítségével rusztikus darabokra törünk. Itt jegyezném meg, ha valamit nem sikerül szépen felaprítanod, nyugodtan használd rá a rusztikus jelzőt, így mások is simán elhiszik majd, hogy pont így akartad, és ez sokkal profibban hangzik. Rusztikusan hozzáadunk 250 g paradicsom sűrítményt, megkeverjük, sózzuk, borsozzuk, egy csipet oregano, egy csipet majoranna, egy csipet római kömény, egy csipet fűszerkömény, 3 teáskanál barna cukor, 4 babérlevél segítségével ízesítjük. Itt jön még hozzá 5 kereszt szeletekre vágott fokhagyma, ami azért lesz nagyon fontos, mert így közel, ugye nagy darabokban fog maradni, akkor is, amikor már megsütöttük ezt az egészet. Most csak annyi a célunk, hogy fogjuk az összes összetevőt a babon kívül forrásig hevítjük, hogy szépen feloldódjanak benne az ízek. És mivel amerikai receptúrát használunk, itt adunk hozzá még 2 evőkanálnyi barbecue szószt, ami a füstösségért felel, illetve az elmaradhatatlan 2 evőkanálnyi ketchup. Letelt a 10 perc a sertés oldalasnál, így grillező funkcióra fogjuk kapcsolni, addig, amíg szín nem kap, és visszatesszük a sütőbe. Végre elértünk ahhoz a várva várt fázishoz, hogy a sült babunknak az alapja és az összes íz teljes mértékben feloldódott, így elkezdhetjük hozzáadni a babkonzerveket, amiből megmondom őszintén, válogatás nélkül szinte mindenféle különböző babot igyekeztem felhasználni, ami létezik,
fehérbab, tarkabab, vörösbab, vesebab, csilisbab, paradicsomosbab, minden játszik, a leve nélkül kizárólag. Csak így. Most pedig 2 percig fogjuk forralni, aztán besütjük. Elkezdtek elképesztően jó illatok jönni a sütőből, így elérkezett az ideje, hogy segítségül hívjuk az úgynevezett esfűszert, és szépen meglocsolgassuk vele az oldalast. Let's go! Az összeforrt babragot ezután tepsibe tesszük, és a tetejére szeletelt békön szeleteket helyezünk, így sütés közben az összes íz beleivódik a babba, a békön pedig szép ropogós marad, azon kívül pedig az összes felesleges folyadék sütés közben el tud távozni, így egynemű, sűrű, tökéletes sült babot fogunk belőle kapni. Szóval, ahogy láthatjátok, végre elkészült a sült bab, elkészült az oldalas, elkészült a hagymás bab, úgyhogy minden helyre állt ahhoz, hogy végre nekiláthassuk a kóstolásnak. Szerintem először kezdjük az oldalassal, mert hogy az a legérdekesebb része ennek az egésznek. És hogyha látod, egész egyszerűen annyira szaftos, annyira húsos, annyira tökéletes, ropogós. Hallod? Már ugye milyen szuper? Szerintem ez bőven elkészült annyira, hogy simán ki fogjuk tudni szedni belőle a csontot bármelyik pillanatban. A hagymás babról pedig annyit, hogy ennek az etikettje nem engedi meg, hogy 3-nál többféleképpen együtt. Tehát A. vagy fakanállal, B. vagy kenyércsücsökkel, C. vagy egész egyszerűen fogod, és az egész serpenyőt úgy, ahogy van, bedöntheted az arcodba, de ezt a fázist már csak haladóknak ajánlom. De most ebben gyorsan bele is tunkolok egyet, nézzem, milyen szuper, még szinte gőzölög az egész. Annak mondom. Hozzá egy kis húsi. Hát, azt hiszem, hogy ezért én is pofoszkodnék. Úgyhogy jó étvágyat kívánok nektek is. Készítsétek el otthon. Írjátok meg a véleményeteket. Kommentbe, fogyasztásra, pedig egy jó korsos sört ajánlom. Sziasztok!